Újból Kőbányáról jelentkezünk, de most elsősorban nem a 10. kerület, hanem a szomszédos 17. kerület egy égető problémájáról szükséges beszélnem. A Mi Hazánk a helyi lakosság érdekét figyelembe véve fontosnak tartja, hogy Rákos mentén is épüljön kórház. Elfogadhatatlan állapotokat teremt, hogy a közel 90 ezer lakossal rendelkező budapesti kerületnek nincs saját kórháza. A Mi Hazánk kerületi elnöke, Fazekas László elmondása alapján a Bajcsy-Zsilinszky kórház kihelyezett rendelő intézete már régóta nem tudja kiszolgálni a betegek igényeit. Telefonon szinte lehetetlen időpontot egyeztetni, és még az egyszerű vizsgálatok esetében is több hónapos a várólista. A kőbányai kórház terheltségét a helyi lakosság is megszenvedi. Hasonló körülményekkel találkozhatnak a kőbányai betegek is. A sürgősségi osztályon talán még most is megtalálható az a kiírás, ami figyelmezteti a sürgős esettel érkezőket, hogy a vizsgálat idejéig, a vizsgálat időpontjáig akár 10-12 órát is igénybe vehet a várakozás. Ez elfogadhatatlan. Egy más jellegű problémára is szeretném azonban felhívni a figyelmet. Hiába bővítették a kórházat új épülettel, ha nem épültek új parkolóhelyek. A kórház parkolóját mindig teletaláljuk, és sokan kényszerülnek a szomszéd utcákban megálló helyet keresni. Egyrészt az ott lakóktól foglalják a helyet, másrészt több száz méteres távolságot kell megtegyenek a babakocsival érkezők és a járókerettel közlekedők egyaránt. Ez szintén elfogadhatatlan. A kórháznak biztosítania kell az elegendő parkolóhelyet a betegei számára. A 17. kerületi lakosok más megoldást nem találva magánklinikákhoz fordulnak a több tízezer, akár több százezer forintba kerülő egészségügyi szolgáltatások ellenére is. Reggelente azonban sokszor már ott is vége láthatatlan sorok fogadják az érkezőket. A Mi Hazánk mozgalom úgy látja, hogy ha megvalósulna a kórház megépítése Rákos mentén, akkor az alsó szintjén érdemes lenne szakrendelőket létrehozni, az emeleteken pedig fekvőbeteg ellátó kórházi szobákat. Rugalmas átszervezéssel némileg tehermentesíteni lehetne akár a kistarcsai Jan Ferenc és a kőbányai Bajcsy-Zsilinszky kórházat is. Fazekas László, a Mi Hazánk 17. kerületi elnöke, többek között ezt szeretné megvalósítani Rákos mentén.